Szerencsen is megemlékeztek október 6-án az aradi vértanú kivégzésének 173. évfordulójáról. A múltat Balázs Pál református lelkész idézte fel, aki hangsúlyozta, a mai nap kapcsán egy ige Jézus szájából adatik nekünk. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Ma éppen erre emlékezünk. Erre tanít minket a Szentírás, erre tanítanak elődeink, erre tanít minket a 13 aradi vértanú, és mindazok a több százan, akik az aradi 13 kivégzését követően az életükkel fizettek, vagy börtönbe lakoltak, száműzetésbe vonultak és menekültek. A legnagyobb szeretet az, amikor az ember az életét is oda tudja adni egy ügyért. A szabadságért, a népért, a nemzetért, a barátjáért, ellenségéért. Az 1848-as ágyukra szinte mindegyikére fel volt vésve, ne bántsd a magyart. Ez ma is egy nagyon fontos elv és iránymutatás. Ez az ágyú felirat vésődjön be a mi szívünkbe is. Ez a bátorítás adott erőt nem csak az aradi 13-nak, hanem azoknak is, akik életük utolsó pillanatában hittel, felemelt fejjel, egyenes gerincel álltak meg a lőpor és a golyó előtt, mentek a bitófára, vagy sok-sok megpróbáltatást vállaltak. A református lelkész beszéde után a Szerencsi férfikar és Mezei Marian műsora következett. Néztek szemek közé a halálnak, hiszen vélezem köztem csak egyszer álltok. A megemlékezés után többek között Szerencsváros önkormányzata és Kon Zsófia országgyűlési képviselő, a Szerencsi Szakképzési Centrum, a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum, a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár, a Szerencsi Ovada és Bölcsöde koszorút helyezett el az emlékműnél. Az ünnepi megemlékezés végén a jelenlévők közül páran átvonultak az Aradi utcában lévő emlékműhöz is, és ott is koszorút helyeztek el.